Aztán felébredtek. Jaj, ne! Anyu, eltűntek a kicsik, eltűntek a kicsik! Ó, hogy nálad vannak? Ó, igen, csak sírtak. Már fölkeltek. Miért ordibáltok? Én csak azt hittem, hogy eltűntek a fiúk. Drágám! Igen, mi az? Most már keljél föl. Már eléggé sokat aludtál szerintem. Ja, jól van. Úristen, mennyi mosogatni való. Majd csak itetnétek elmosogatni. Miért mindig mi? Hidd el, majd jól fog jönni az életben. Na, készen van a reggeli. Na jó, én a padláson leszek. Nem akarsz fölöltözni? Nem, majd fölöltözök. Aj, hihetetlen. Anya, én segítek elmosogatni. Ó, oké. Én is tudok segíteni. Én meg akkor addig kint összepakolok. Akkor apának segítek, hogy ő is ne legyen egyedül. Na jó. Azt hiszem ráírok a többiekre, hogy ma le tudunk-e menni a parkba. Igen, mindenkinek igen. Akkor mikor? Na jó, van, gyorsan felöltözök. Anya, apa, én mentem le a parkba. Na, készen is vagyunk. Már csak ezeket kéne elmosogatni. Azt mondjuk ráérünk később is. Na, ezeket ide pakoljuk is be. Na, így mi? Készen is vagyunk. Ez jó gyors volt. Hát igen, gyorsan rendbe lehet rakni ezt az udvart. Ja, még ezt is el kéne vinni. Hova gurítottad a gördeszkám? Hát, nem tudom. Én arra. Istenem, hogy lehetsz ennyire bamba? Akkor menjünk arra. Figyelj, Dávid. Igen. Én arra gondoltam, hogy... hogyha már amúgy is voltam nálatok, akkor most te jöhetnél hozzánk. Jó, persze. És mikor? Hát mondjuk ma este... Oké, nekem az úgy tökéletes. Én szerintem inkább már megyek haza, mert anya azt mondta, hogy ebédre legyek otthon. Oké, szia! Szia, anya! Cs! Asszanak a kicsik! Ó! Milyen volt a gördeszkázás? Mi Dáviddal nem hoztuk a gördeszkát, csak Panna meg Laura hozta. Ó, ha már annyira nem gördeszkáztatok, akkor gondolom az se zavar, hogy már jéghideg a kajád. Azt mondtad, ebédre jössz. Tehát anya,
Tél van. 12:00. 14:30. Jó, egy kicsit elnéztem az időt. Jobb, ha rámelegítesz. Sziasztok! Ti most komolyan ezzel játszottok? Igen. Miért baj? Gyere, szállj be te is! Nem szállok be, most éppen más dolgom van. Léci, olyan jó játék! Én már régen meguntam ezt a játékot. Úgyhogy közdelem. Na jól van, akkor mi folytassuk. Ó, Dávid elérhető. Megkérdezem, hogy mikor jó neki. Jól van, akkor most én jövök. Ez az! De mindjárt lejár az idő. De jó ég! Jól van, akkor ötre. Az tökéletes. És most mennyi az idő? Ötre jön a pasim. Hogy tessék? Azt mondtam, ötre jön a pasim. Igen, és? Ó, drágám, még sose láttalak ennyire szorgalmasnak. Hát akkor most ideje, css! Akkor most ideje, hogy láss. Ötre jön a pasim, és jó lenne, ha csinálnál valami kaját. Oké. És jó lenne, ha már most elkezdenéd. Nem az én pasim. Csinálj te neki kaját. Anya, Léci, nem tudok magamtól kaját csinálni. A te vendéged, nem az enyém. Segítettem kaját csinálni a szülinapra. Pedig nem az én vendégeim voltak. Na jó, akkor szólj, ha befejezted a sefregetést. Oké, köszi. Anya, tudnál segíteni? Persze segítek a vacsorában. Vagy akármi is legyen az. Ah, jól van, jól van. Azt hiszem, kéne még egy kis segítség. Na jó, most én dobok. Öt. Figyeljetek, lányok, jöjjön egy kis segítség. Miben? Hát a takarításban, mert ötre jön a pasim, és jó lenne, hogyha ötre nagyon szép lenne a ház, mert nem ilyen poros, meg ki kéne takarítani. Hát én nem akarok takarítani, a te pasid nem az enyém. Na várjunk. Azt akarod, hogy segítsünk neked? Igen, az jó lenne. Akkor gyere egy körre. Mi? Biztos, hogy nem. Jaj, nem már jó lesz. Tudod, mennyit szórakoztunk ezzel? Igen, tudom, de az régen volt. Jól van, akkor csak gyere. Aj, na jól van, jövök egy körre. Na jól van, dobok egyet. Jó, négyes. Mi fog élni az idő? Oké, megvan. Jól van, most én dobok. Hatos. Ezt így nem vegyük ki. Egyszer vettük ki, mindegy, nem baj. Oké, akkor most én dobok. Ó, ne már, kettes. Hé, ez nem ér. De ebben a játékban igen.
Háj, pontosan ezért utálom ezt a játékot. Pár perccel később. Ez az, én nyertem. Yes. Ja, mondjuk, hogy nem olyan rossz ez a játék. Igen, igen, végül is élveztem. Na mindegy, akkor ezt tudok nekem segíteni. Jövünk, ha este is játszunk egy kört. Na jó, akkor este is játszunk egy kört, de jöttök akkor segíteni? Igen, most már jövünk. Jövünk. Na jól van, te pucold meg az ablakokat. Te mos föl, én addig lent leszek. Oké, jó. Sziasztok! Na jól van, akkor megpucolom az ablakokat. De nem érek föl az ablakhoz. Tésó! Igen? Gyere! Nem kell lordítani, hallak. Igen? Fölemelnél kérlek, mert nem érem el az ablakot. Jó, fölemellek. Köszi. És oda tudnál vinni a többi ablakhoz? Na jó, oda viszlek. De az a tükör? Nem baj. És mi lesz azzal az ablakkal? Nem hiszem, hogy azt nézni valaki. Szerintem azt nem kell. Köszi, te jó. Szívesen. Na, így tökéletes most már. Remélem a tesó meg van elégedve a munkánkkal. Biztos. Na jól van, én itt készen vagyok. Szerintem kezdhetjük. Jól van.